Nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, hölgyeim és uraim, örülök, ha itt vannak velünk, és örülök, hogyha újra a hangvillát választották. Megpróbálunk érzékenyíteni, zenei érzékenyítő magazinunkban rengeteg dologról beszélgettünk már, és a mai nap folyamán sem teszünk másképp. Ráadásul mindig és minden alkalommal igyekszünk egy kicsit, hát zeneileg is kísérni a beszélgetéseket, hogy amiről beszélünk, azt egy kicsit be is tudjuk mutatni önöknek, ezért aztán készülnek zeneművek. Egy héttel ezelőtt indítottunk el egy sorozatot, amiben mondjuk ki nyugodtan, bátran, visszatérő vendégként itt van velünk a kis család két oszlopos tagja. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket újfent. Egy héttel ezelőtt beszélgettünk Andi és Józsi a vendégek újra. Én azt hiszem, hogy tartozom egyetlen egy mulasztással. És ezt a mulasztást, ezt leginkább felétek követtem el, hiszen a múltkori műsorban abban maradtunk, és a kedves televízió nézők ugyanezt nem tudják, de én nagyon szerettem volna, amikor bemutattuk vendégeinket a televízió nézőknek, a nevedre, Józsi, külön kitérni. És elfelejtettem, mert hát öregszem, mert hát ez látszik kívül belül most már, hogy az öreg koromra való tekintettel elfelejtettem a te neved érdekességére rátérni. Kis Józsefként mutattalak be téged a televízió nézőknek, de ez nem ennyire egyszerű. Nem, hát a József egy régi családi név. Ja, most nem erre gondoltál? De nem is. Jó, hát igazából kis József becsületes neve, még egy Béla is tartozik hozzá, azt nem nagyon szoktam használni. Viszont amikor elindultam énekesi pályára, akkor édesanyám vezetéknevét művésznévként felvettem, az pedig nem más, mint Gabrieli. És így lettem Gabrieli kis József a különböző ilyen fellépéseken. Hogy a Gabrielinek van egy története. Így van. Hát édesanyám gyakorlatilag a reneszánsz nagy zeneszerzőinek, Andrea és Giovanni Gabrielnek a leszármazottja. Uh-huh. Családfa bizonyítja ezt, egy ilyen családfa kutató intézet, vagy nem tudom, mit csinálták hát ezt. Ilyen. De nagyon régen, tehát egy nagybátyám kérte meg őket erre, és hát jobban néz ki, mint egy egyszerű kis József. Igen. Nagyon jó egyébként, így rá is tudunk kötni az érzékenyítés kérdésre, hiszen zenéről fogunk ma beszélgetni, meglepetésszerűen egyébként a Hangvilla című műsorban a zenéről beszélgetünk, és ahogy sokat szóra mondom ismételten, a múlt héten bemutattunk benneteket a televízió nézőknek. Sok minden kiderült rólatok, szép nagy családban éltek, gyönyörű kórusban énekeltek, ha jól emlékszem, egy nagyjából 100 éves kórusban énekeltek. A családban minden gyerek valamilyen formában muzikális, vagy legalábbis oktatásban részesül. Most már tudjuk, hogy azért a leszármazottaidat tekintve, de nem véletlen neked ez a vonzódásod a zenéhez, megbeszéltük azt is, hogy Szombathelyen találkoztatok, és a zene az, ami összehozott benneteket. Úgyhogy a zene a fő és egyértelmű témánk. Ebben a műsorban az lenne a fontos számunkra, és azt szeretnénk elérni, hogy minden televízió néző, aki itt van velünk, idősebb, fiatalabb, bárki, érzékenyen nyúljon a zenéhez, és ha teheti, ha van rá módja, ha van a családban olyan gyerek, akiben mutatkozik olyan szándék, hogy bármilyen hangszerhez hozzányúlna szívesen, akkor azt ösztökézzük, vagy ösztökéljük, vagy én nem is tudom, hogy lenne ez helyes. Hát nálatok azt hiszem, hogy ez a történet ez tökéletesen működik, hiszen ahogy megbeszéltük már, a Gorzium Művészeti Iskola alapképzésének vezetői vagy te, ugye tanszakvezető, Józsi, te pedig a szakmai igazgató vagy. Hát akkor kezdjük talán azzal, hogy hogy jelentkeznek hozzátok a gyerekek? Szülői noszogatásra, vagy belső indítatásra? Mind a kettő jelen van. Tehát azt gondolom, hogy... Másképp kérdezem, hogy egyértelmű, igen. És könnyebb legyen rá válaszolni. Kedves Andrea, jó napot kívánok! A gyerek úgy szeretne hegedülni, 3 napja rágja a fülemet, hogy hegedülne, vagy kedves Andrea, úgy döntöttem, hogy a gyerek hegedülni fog. Hát ez az utóbbi, ez az anyukám volt. Úgyhogy el tudom fogadni ezt a történetet is, mert az élet azért csak igazolta az ő dolgait, vagy az ő gondolatát akkoriban, hogy helyes volt. Én kicsit máshonnan közelíteném meg. Tehát, hogyha van otthon egy olyan közeg, van otthon egy, tehát az édesanyja az az legfontosabb a gyereknek az életében. Tehát az édesanyja hangjára a gyerek fókuszál.
ha az édesanyja énekel, bevállalja, hogy énekel, mindegy, hogy most az a hang az tökéletes, vagy nem tökéletes. Akkor én de hiába gyereknek, énekeltem a gyereknek. De gyereknek ez a létkérdés, mert közben egy érzelmi állapotba is kerül a gyerek, és kap egyfajta rezgést. Tehát attól, hogyha ettől fog a gyerek elkezdeni esetleg valószínűleg nyilván énekelni, mert van egy olyan közeg, ami megteremti ezt, ennek a lehetőséget. És így már adott a történet, hogy észrevegyék a felnőttek, hogy a tehetség az hogy mutatkozik meg, milyen területen, milyen formában. Eljönnek hozzánk. Természetesen ott mi mindenféle lehetőséget mutatunk a gyerkőcnek, közben figyeljük, nem feltétlenül ennyire direkt megfigyelés, de olyan közeget teremtünk, amiben meg lehet figyelni a gyereknek a képességeit, és mire van indítatása. Általában nem egy gyereket hoznak, hanem hozzák a tesót is. Na most a tesó vagy kisebb, és automatikusan figyeli, mert olyan radarjuk van, hogy jaj, gyuhaj, vagy ha nagyobb, akkor más gondolatok kerülhetnek előtérbe. Tehát egymást húzza tulajdonképpen az, hogyha esetleg egyszerre több gyerek jön el hozzánk. Mindenképpen ebben az időszakban az a lényeg, én azt gondolom, hogy a gyerek sok mindenfélével találkozzon. Kipróbálhasson ezt is, azt is, és utána megindul a saját maga fejlődési útvonala. Szabad ne felejtsd, ebben az időszakban elhangzott egy ilyen gondolat, ez mit jelent? Mit tartalmaz mondjuk az alapképzés? Tehát hány éves korig beszélünk alapképzésről, mondjuk zenei tekintetben, Józsi? Hát gyakorlatilag 6 éves kortól 22 éves korig történik maga az alapfokú művészetoktatás. És gyakorlatilag ugye azt mondhatnánk, hogy iskoláskorú gyermekeknél indul el. De hát mi tehát most már idejét nem tudom, mikor kezdtünk el együtt oktatni, 90-es években valamikor, és mindig arra törekedtünk, hogy már az óvodáskorú gyerekeket is irányítsuk a művészetek felé. Már óvodában előkészítőket tartottunk, és ami nagyon fontos még, hogy Andi is, meg én is nem csak egy fajta iskolában tanítunk. Tehát általános iskola, gimnázium, alapfokú művészetoktatási iskola, főiskola, egyetem, és gyakorlatilag az összes korosztályt valamilyen szinten ismerjük, és látjuk a rezgéseiket, hogy mire fogékonyak, mire vevők. És szerintem egyébként nem csak, ugye régebben ezt valamilyen szinten luxus cikknek mondták, hogy valaki zenét tanulhat. Igen. Most már létkérdés. Tehát az, hogy a következő generációk ne vesszenek el egyszer a digitális életben, nagyon fontos, hogy valami fajta művészetet tanuljanak. Tehát tudják dolgozni. Tehát azért a zene, a művészetek arról szólnak, hogy leképezzük a világot, a velünk való történéseket, meg tudjuk fogalmazni, és a helyünket a világba el tudjuk helyezni. Ehhez kellenek a művészetek. A mai világ, meg létkérdés, hogy a gyerek azt fel tudja dolgozni, azt a rettentő sok mindent, főleg azt a tömény információhalmazt, amiben él, és amiben meg kéne próbálni eltalálni. Tulajdonképpen az iskola típus az, ami 6 éves kortól veszi be onnantól kezdve a gyerekeket, de pont az a lényege, hogy mi találkozunk óvodáskorú gyerekekkel is, tehát ha jön a gyerkőc, van testvér hozzá. Automatikus már ezáltal való nevelés. Hát ez nem egyszer megtörténik, hogy a kicsi is ott ül, ott sertepertél, és ismerkedik a hangszerekkel, vagy csak egyszerűen dúdol és énekel, mert addig elrajzolgat, amíg a tesó hangszerórán van. Ugye egyéni oktatás, itt nagyon nagy szerepe van a tanárnak, kiemelendően. A tanár más formában, más oldalról látja így a gyereket, hogy egyénileg csak ő vele foglalkozik. És amit nagyon kiemelnék, hogy azért van ennek rendkívül jelentősége, azon túl, hogy olyan agyi fejlődést indít el a gyereknél. Persze ugye átlagban az emberek úgy gondolják, hogy ugye érzelemgazdag gyerekeket nevelünk, és pozitív szemlélettel, pozitív személyiségeket nevelünk. Erre szolgálnak a művészetek. De tulajdonképpen az agyi működés az rendkívül kiemelendő, hogy hogy tud ebben segíteni, hogy a későbbi életét hogyan tudja irányítani és rendezni. És ami az egyéni oktatásnak nagyon fontos története, erről nem szoktak feltétlenül beszélni, a felnőtt időt ad a gyereknek.
A saját idejét odaadja a gyereknek. És ez azt gondolom, hogy erre van a legjobban szükség. Tehát én hajlaltam múlva minden gyereket zeneiskolába, művészeti iskolába iratnék, mert felnőttől kap időt, ami a hétköznapokban nem mindig adott sajnos. Ebben a műsorban erre érzékenyítünk egyébként, tehát ez nagyon fontos, és ezt szeretnénk is, ha ez jönne át ezekben a beszélgetésekben, hogy egyszerűen a zene művészet felé, hát szeretnénk, én nem mondom, hogy tolni, inkább hívni azokat, akik most néznek bennünket. Szavatokat ne felejtsétek, alapfokú képzésről beszélgetünk ebben a mai műsorban, de azért természetesen van zenebejátszásunk is. Eljátszottatok nekünk két művet is ebbe a mai beszélgetésben. Mi lesz az első, mit hallunk majd először? Hát már utalunk egy picit a következő műsorra. Izlandi dalokat hoztunk. Az egyik dalnak a címe Ást, gyakorlatilag szeretet. Ezt jelenti. Izlandi nyelven. Így van, izlandi nyelven adjuk elő. És hát gyakorlatilag arról szól, hogy a megbecsülést, a másiknak az elfogadását mennyire tudjuk mi preferálni. És abszolút ez kell, hogy előtérbe jöjjön, ahogy mondtad, a zeneoktatásban is, az életben, a családi viszonyokban, hogy abszolút el tudjuk fogadni a másikat, és segítsük az irányát. És a teremtett világnak a gyönyörűségéről szól, és benne az embernek a helyéről. Uh-huh. Különösen fontos, kedves televízió nézők, hogy megkaptuk azt, hogy miről is szól a dal, mert nem vagyok arról meggyőződve, hogy több ezren figyelnek bennünket úgy, hogy közben izlandi nyelvet beszélnek a magyar mellett, de legyen így, aki érti az izlandi nyelvet, az meg fogja érteni a dal üzenetét, aki pedig nem, az meghallhatta, hogy az előzőekben ugye megbeszéltük, hogy miről szól. Jöjjön ez a dal itt a Fehérvár Televízióban, utána pedig folytatjuk tovább. Hangvilla. Ne csak hallgass, nézd is. Och
Fogás, mint fejre ki fölnek, firem és jelmér. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Kedves televízió nézők, egy csodálatos izlandi nyelvű dal szólt az előzőekben, és egy nagyon szép üzenete volt ennek a dalnak, amit megbeszéltünk itt a dal bejátszása előtt. Viszont mi folytatjuk tovább, és most egy kicsit más irányba. Visszakanyarodunk az alapoktatáshoz, az alapszintű művészeti zeneoktatáshoz. A Gorző Művészeti Szakgimnáziumban erre is van lehetőség, hiszen ti ott oktattok alapszinten. Ha most itt ülne néhány szülő, aki figyelne bennünket nem csak a TV készülékek másik oldalán, hanem itt bent a stúdióba ülne, és mondjuk az adás végén oda menne hozzátok, és kedves André, kedves Józsi, hát hogy noszogassam a gyereket, hogy kedvet kapjon a zenéhez, hogy aztán utána ott kössön ki az alapképzésben nálatok, vagy egyáltalán bárhol, akkor milyen jó tanácsokat tudunk innen a televízió stúdiójából továbbadni, vagy ezeknek az elképzelt szülőknek mit mondanátok, hogy hát nem tudom én, hozzátok be őket, ha tetszik, ha nem, vagy kóstoljanak bele, aztán meglátjuk, hogy tetszik-e nekik? Én amondó vagyok, hogy mindenképpen ez az út, tehát testközökből kell megéreznie, megtapasztalnia a gyerkősznek magát a zenét és a zeneoktatást. Ugye, mint alapfokú művészetoktatás nem csak a zenéről szólunk, szólunk táncról, szólunk grafikáról, a zenén belül rengeteg hangszert lehet választani, és ami az érdekessége még az alapfokú, Gorzium alapfokú művészeti iskolának, hogy különböző stílusokról is szólunk. Uh-huh. Tehát nem csak klasszikus műfaj, nem csak rock műfaj, nem csak jazz műfaj, hanem érintünk minden egyes zenei irányzatot, és szerintem ez azért csábítóbb a gyerekeknek, mint hogyha csak egy irányt kéne, nem tudom, 6 éven keresztül. Aha. Folyamatosan. Művelni. Nem olyan régen adtam egy interjút egy rádiócsatornának az én zenei pályámról, és ott előkerült, hogy na és én hogy találkoztam a zenével, és nagyon örülök, amit mondtál, mert én annak idején bárhová mentem, hát ez most már néhány száz évvel ezelőtt volt, én sem ma kezdtem így a muzsikát, nem volt könnyű zeneképzés. Tehát nem volt olyan, hogy én mondjuk nem tudom, 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy elmegyek egy könnyű zenei intézménybe, ahol könnyű zenét oktatnak, hanem volt a komoly zeneoktatás, és pont. Tehát az összes többi mindent mást, lehallgatva a külföldi kazettákat, orsós magnókat és a többi, és így lehetett valamit megtanulni. Ma már azért Istennek legyen érte a hála, ott tartunk, hogy arról tudunk beszélgetni, hogy a gyermekeinket, egyet, kettőt, hármat, akármennyi van, vihetjük, alapképzés szintjén már el lehet kezdeni foglalkozni velük. Viszik a szülők, élnek ezzel a lehetőséggel? Azért indultam ilyen messziről, mert régen nem volt, most már van. Élnek a szülők ezzel? Igen. Az a tapasztalat abszolút. Abszolút hozzák, és tehát azt el kell mondani, hogy a Gorzium egy rendkívül inspiráló közeg. Uh-huh. Hát aki oda belép, az rögtön a rabjává is lesz. A stúdióból csak a zenekari hangzás jön át, látja a folyosónak a falain végig a grafikának az eredményeit, a gyümölcseit, a gyerekek, tehát el lehet csípni a beszélgetések során, hogy az adott tárgyakhoz kapcsolódóan most éppen miről beszélnek, vagy művészeti vitákat folytatnak. Művészeti vitákat beszél. Igen, van ilyen is. Van ilyen is, és tehát a koncepciók úgy néha úgy ütköztetve is alá kerülnek, így van. Tehát egy rendkívül inspiráló közeg. Azért ezt meg kell említeni mindenképpen, hogy nagyon jó a tanári gárdánk, rendkívül jó a vezetésünk, akik engedik az egyéni kibontakozást is. És hát ugye maga az iskola vezetése is, meg hozzuk ide azt, hogy a város vezetése is felméri azt, és felismeri igen. azt, hogy ennek a fontosságát hogy ezt támogatni kell. És amit én még hozzátennék ehhez, hogy ugye az alapfok, amiért gyakorlatilag mi felelősek vagyunk a Gorzium iskolán belül,
Próbáljuk úgy szervezni az évvégi koncerteket, bemutatókat, meghallgatásokat, hogy találkozzanak a korosztályok. Jó. Tehát a gimnáziumban, szakgimnáziumban zenét tanuló diákok megmutathassák a fiatalabbnak, kisebbeknek, hogy mi hova lehet eljutni. Aha. A piciket visszük be vizsgáztatni, és a nagyobbak látják, hogy honnan is el lehet indulni kvázi. Tehát szerintem a korosztályoknak a találkozás nagyon fontos ilyen szempontból. És annyira jó látni, amikor ugye kicsik csilló, tehát nem is feltétlenül tudjuk. Tehát szülőnek annyi hát most idézőjelbe teszem természetesen, hogy behozza a gyereket egy ilyen iskolába, mint amilyen a gózim. Ez már egy nagy dolog egyébként, így ha elindul van. A gyerekkel. Abszolút. És ott tehát ott már nem lesz a noszogatásnak jelentősége, mert ott annyi minden éri, hogy abszolút lehet belőle választani, és az érdeklődést azt folyamatosan fenntartja. Tehát most gondolok itt egy ilyenre, hogy amikor egy évvégi vizsga van, és a kicsik csillogó szemmel nézik a nagyokat, ez a nagyok nem mindig vannak ennek tudatába, de azért sűrűn, hogyha erre kapnak lehetőséget, hogy ezt megérezzék, hogy ők felelősek már azokért az aprókért, akik őket nézik. Példaként állnak, igen, akkor ugye igen, ez egész igen. Más már. És fantasztikus érzés, amikor mondjuk egy ilyen komolyabb, tehát középiskolás, előad egy komolyabb szinten álló darabot, és akkor jön egy kisebb gyerek, aki ezzel a képzés elején tart még, és akkor egy kis egyszerű gyerekdallal megmutatja önmagát, és azt a tapsot, amit egy ilyen kicsi gyerek tud kapni már a nagyoktól. Tehát ennél jobb történet így van. Hát azért vannak alapfokon is, bocsáss meg, olyan diákok, akik elképesztő tehetséggel bírnak, és már most vannak olyan szinten, mint a középiskolások. Hát jó képzésben részesülnek. Az, ami nagyon fontos még, hogy azért ne felejtsük el erősíteni, hogy a komoly zenei képzésnek iszonyatosan nagy szerepe van itt. Tehát azokat az alapokat, amit a komoly zenével meg lehet tanulni, azokat úgymond csak ugye eldobni nem szerencsés. Jó egyensúlyt kell nagyon, megtalálni. Igen, tehát gyakorlatilag ugye nekünk, majd úgyis kitérünk erre, ez az izlandi körtúra, ezért is volt nagyon jó felismerni azt, hogy melyikből, hogyan, mennyit lehet ebbe beletenni. És melyik az a diák, aki erre fogékony, arra fogékony, stb. És azáltal, tehát, hogy a saját útját találja meg. Tehát égős, erről igen. Szól ez is. Én nagyon örülök neki, hogy azt a fogékony kérdést előhoztad. Meg annak is, hogy Izlandot folyton emlegetjük, hiszen még a végén elfelejteném, és a televízió nézőknek mondom, hogy jövő héten, tehát egy hét múlva Izlandra visszük önöket. Izlandi élménybeszámoló, és nagyon izgalmas lesz, hogy összevetjük majd az izlandi zeneoktatást a magyar zeneoktatással. Húzunk egy párhuzamot, és meglátjuk, hogy a párhuzamosok találkoznak-e a végtelenbe. Tudjuk, hogy elméletileg nem, na majd kiderül. Vissza egy kicsit ehhez, és ez lesz a beszélgetésünk vége. Nagyon röviden térjünk ki rá, hogy inspiráció. Hogy dől el az, hogyha bekerül egy gyerek az alapképzésbe? És mondjuk ő azt mondja, furujával kezdek. Hogy aztán később milyen hangszert választ? Meg lehet ezt röviden válaszolni? Nagy felelősség van a tanárnak ezt felismerni. Aha. Hogy gyakorlatilag a diák mennyire jó abban a hangszerben. Tehát, ugye tehát vannak tanácsok, hogy tedd le azt a furuját, fogd meg azt a gitárt, mert jobban megy igen, neked? Igen, tehát ezt látni kell. De mindig úgy, hogy alternatívaként van. Vagy a tanár, ha kezébe veszi egy másik fajta hangszert, vagy egy másik terül dolgot mutat neki, akkor azt közben figyeli, mert céltudatosan csinálja természetesen, hogy a gyerek arra fogékony-e, vagy esetleg kevésbé. Mert tehát az alaptörténet az mindenképpen az, hogy a gyereknek a saját útját meg tudjuk találni, igen, mi igen, abban igen, tudjuk igen. Segíteni. Igen. Hát mi csak erre ösztönözni tudjuk, és a lehetőségeket tudjuk neki megmutatni. Igen, fantasztikus, amikor a gyerek szemében úgy megindul a történet. Igen, meg látni, hogyha egy hangszeren játszik az illető, és pillanatokat észrevesz, hogyha hamis hangot fúj például, aha. Vagy húz a hegedűn, akkor már kiderül, hogy jó hallása van. Akkor meg kell próbálkozni, hogy jó hangja is van-e, akkor ezt összerakni. A másik, ugye egyértelműen látszik a gyereken, hogy milyen ritmus érzéke van. Tehát, hogyha mondjuk zongorázik és ott van, akkor ő biztos, hogy a ritmus hangszerekben is jó. Mi pici fiunknál, itt említettük az előző adásban,
valahogy rábukkantunk egy ilyen videóra régebben, hogy édesanyámnál voltunk látogatóban, és a kis hordozóban ott ült a pici fiunk, a Gergő, és valami elképesztő szanaszét, de ritmusosan dobálta a négy végtagját. Tehát, így került ki a garázsba. Így került ki a garázsba. Megkérdeztük ott a videón, hallatszik, hogy úristen, ez a gyerek hova száll el, mi lesz ebből a gyerekből. És az édesanyám megszólt, hogy biztos dobos. Biztos dobos. És mit ad Isten, vagyis hogy hobb nevelvtársak, dobos lett. Az édesanyáknak mindig igaza van. Beszélgetésünk végén egyrészt köszönöm nektek, hogy ma is egy csomó dologról tudtunk beszélgetni, és nagyon értékes információkat kaptunk tőletek. Egy zenével búcsúzunk. Mi lesz a következő, és egyben búcsúdal? Ez a legjobban mondtad, búcsúdal. A címe Kvedja, szintén egy izlandi dal. Egy búcsú, egy ima gyakorlatilag. Annyit kell róla tudni, hogy egy Bubi Mortens nevű zeneszerző írta, az egyetlen vallási témájú darabja, én úgy tudom legalábbis. Barátjának az emlékére írta a dalt. Gyönyörű, fogadjátok szeretettel. Ezzel az imával búcsúzunk akkor egy hétre, gyakorlatilag összességében véve egy hétig kell várni arra, hogy megtudjuk, hogy mi történt Izlandon állandó vendégeinkkel. A harmadik adásban, tehát egy hét múlva Izlandra hívjuk Önöket, most pedig egy kis ízelítő az izlandi zenei világból. Egy ima. Köszönjük a figyelmet, várjuk Önöket egy hét múlva. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is!
A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.